Ma, azaz november 17-én van a Koraszülöttek világnapja. Ezen alkalomból erre a beszélgetésre mi is kicsit lilává varázsoltuk a stúdiót, de hát nem csak mi, hiszen világszerte és országszerte is, akár a Művészetek Palotáját, akár a Tüskecsarnokot, akár a Niagara vízesést is lilára festik erre a napra. A beszélgetésben beszélgetni fogunk Damásdi Anna projektvezetővel, a Koraszülöttekért Országos Egyesület vezetőjével, illetve dr. Varga Péter klinikai szakorvos neonatológusa, aki elhozta kislányát Lillát. Sziasztok, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Beszélgessünk kicsit talán a koraszülés okairól, mert hogy gondolom minden anyuka szeretné a lehető legideálisabban eltölteni ezt a 47-et, és akkor világra hozni a gyermekét, amikor az ideális, de sajnos sokan vannak, akik nem járnak ilyen jól, vagy nem ennyire szerencsések. Hát koraszülésről akkor beszélünk, hogyha 37. hétnél korábban ér véget a terhesség, és hát a koraszülés okai azok nagyon sokfajta dolog vezethet koraszüléshez. A koraszülések egy jelentős részében nem is tudjuk a pontos okot, hogy mi indította meg a koraszülést. Ahol ismerjük a pontos okot, ott a leggyakoribb ok az a fertőzés, ami a szőlőutakban, a hüvelyben elszaporodó kórokozó baktériumok képesek egy magzatburok gyulladást okozni, és ez a gyulladt magzatburok elpattan, elreped, elfolyik a magzatvíz, és megindul a koraszülés. Aztán vannak olyan terhesség alatt kialakuló betegségek, ilyen a terhességi toxémia vagy a HELLP-szindróma, amik kifejezetten csak terhes nőkben alakulnak ki ezek a betegségek, és ezek elérhetnek egy olyan súlyos fokot, ahol édesanyja életének a védelmében kell lezárni a terhességet, és akkor ezért történik a koraszülés. Illetve hát a terhes gondozás egyre precízebben meg tudja ítélni a magzatok méhen belüli állapotát, és ha azt látják a ultrahangvizsgálatok, CTG vizsgálatok, magzati szívritmus vizsgálata alapján, hogy a magzat méhen belül olyan gyenge állapotban kerül, hogy esetleg el is halhatna, akkor a magzat érdekében is le lehet zárni ezt a terhességet. Ezek a koraszülések, ezek végül is nem negatív dolgok, mert régen ezek a babák méhen belül elhaltak, és most így bár koraszületként jönnek a világra, de nem halnak el méhen belül, és meg lehet menteni az életüket. Lehet menteni, mindenki ezen dolgozik. Anna, az, hogy világnapja van, ez mire szeretné felhívni a figyelmet világszerte? Tehát mi a célja ennek, hogy a koraszülésnek van világnapja? Ez igazából az a célja, a fő célja, hogy a családokra, tehát akik ezen átmentek, akik koraszülött gyereket nevelnek, nekik egyfajta tisztelgés ő előttük, illetve hát a szakemberek, akik velük foglalkoznak, az orvosok, a nővérek, az ápolók, akik megmentik ezeket a kicsike babákat, ahogy az enyémet is megmentették. Tehát, hogy ez előtti tisztelgés, és ezt alapvetően ugye három nagy szervezet hozta létre ezt az egészet, hogy legyen ilyen világnap, és hogy november 17-én legyen. Nem tudom, mennyire ismeretes, de ugye van Amerikában a March of Dimes, a Little Big Souls, ez ugye egy afrikai szervezet, és az EFCNI, ez pedig egy európai ilyen összkoraszülő szervezet, és ők voltak azok, akik ezt az egészet megalapították tulajdonképpen, és hát egyesületünk pedig 2012-ben honosította meg ezt az egészet itt Magyarországon. Látom azt a kis polipot a kezedben, kérlek mesélj róla, hogy mi ez. Igen, ő a koraszülött polip, vagyis korip névre hallgat. Itt Lillánál is látható, igen, ez a sajátja. Ez úgy van igazából, hogy a babák ezt bent az osztályon kapják, ezt önkénteseinkkel készítjük, és akkor bejuttatjuk az osztályokra. A babáknak ez egy társa, ez nem csak egy színfolt, hanem nagyon jó tulajdonságokkal rendelkezik, ugye a csápja olyan, mint a köldökzsinór, ebbe tudnak kapaszkodni, nem a csöveikbe kapaszkodnak, tehát nagyon-nagyon sok jó dolog kapcsolódik hozzá, arról nem beszélve, hogy egy színfolt, és a szülőknek is, hogy nem egyedül van a babájuk az inkubátorba. Mind a kettőtök közé intézem a kérdést, de Péter, kezd talán te, hogy mi az, amiben még javulhatunk, tehát hogy oké, figyelemfelkeltő ez a nap, a koraszülött iránt, vagy a feléjük, de hogy mi az, amiben még javulhatunk, és mi az, amiben szerintetek javulnunk kéne, hogy olyan legyen a... Tehát egyrészt szerintem ez nagyon fontos, amit Anna mondott, hogy ezek a szülői szervezetek, ezek nagyon nagy segítséget nyújtanak a szülőknek. Tehát mi a
koraszülött intenzív osztályon a koraszülötteket kezeljük, tartjuk őket életben, és próbáljuk a szülőket felvilágosítani a babákkal előforduló problémákról. De nagyon sokszor azt veszük észre, hogy nem értik a szülők, nagyon sok kérdés van bennük, amiket esetleg mi nem is tudunk megválaszolni. Egy nagyon hirtelen dolog ez a koraszülés. Lilla is koraszülötten jött a világra, és hát én arra emlékszem, hogy előtte való egy-két nap még teljesen más programokat szerveztünk a feleségemmel, és hirtelen csöppentünk mi is bele ebbe a dologban, és hát ezt nap mint nap látjuk, hogy amikor megszületik egy ilyen koraszület baba, akkor az édesanyák, édesapák hirtelen teljesen megváltozik, fölborul az életük, és nem tudnak sokszor mit kezdeni ebből a szituációval. És hát később is koraszülöttek egy részében nagyon sok probléma lesz, és ebben egy hatalmas nagy segítséget jelent a szülők számára az, hogy van kivel megbeszélni, rájönnek, hogy nem egyedül vannak ebben a problémával, tud a többi szülő ebben, aki már keresztül ment rajta segíteni, hogy ők is keresztül mentek rajtam, és hát nagyon sok segítséget kapnak így, úgyhogy ez biztos, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a szülői szervezetek így összefogják az ilyen nehéz helyzetbe kerülő szülőket, és segítséget nyújtanak. Hát szakmailag mindig van tovább hova fejlődni, egyre életlenebb koraszülötteket tudunk életbe tartani. Egyre inkább célkitűzés az is, hogy ne csak életbe tudjuk tartani ezeket a babákat, hanem a náluk kialakuló problémák azok minél kevésbé forduljanak elő. És nagyon sok kezelésnek nem az a célja, mert hál' Istennek a koraszülött babák egy jelentős részét életbe tudjuk tartani, hogy a túlélést tovább javítjuk, hanem azt, hogy a túlélők minél inkább egészséges kisgyerekek legyenek, mint Lilla is lett, hál' Istennek. Nagyon szépen köszönjük, az időnk véges, még csak annyit kérlek annak, hogy sorolj fel egy-két olyan ikonikus épületet a világban, ami most Lillában borul a mai nap tiszteletére. Mik vannak ilyen? Mint minden évben például a Sydney Opera ház, az Empire State Building-nek a teteje, akkor az Eiffel-torony Párizsban, Sydney Opera ház, tényleg egy csomó minden, és ugye itt Budapesten is lesz több épület, és országszerte is több épület, amit lila színben pompázik ma. És a FM3 Café stúdiói is. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Nagyon.